Jó estét! Nagyon örülök, hogy még mind itt vagytok egy hosszú nap után. Én arról fogok beszélni, hogy én nem vagyok tudós, én gyakorlatilag csinálom ezeket az emberek közötti közelítéseket, és én arról akarok beszélni, hogy miért fontos, mert mi sokat hallottunk, hogy lehet az agyunkat helyrehozni, és kevésbé előítéléssel élni, és a többi. Én arra fogok fókuszolni, hogy miért. Miért fontos ez? Én most egy dupla hősi tettet csinálok ma délután. Először is, hogy először adok elő így magyarul, és lehet, hogy belesülök, hogyha két lehetőség van. Ha én azt érzem, hogy belesülök, és átmegyek angolra, akkor megmondom, és gyorsan kell azok, akik nem értenek angolul, vegyék fel a kagylót. És hogyha ti nem értitek az én magyar nyelvemet, ami nagyon meg lehet, akkor kérem, tegyétek fel a kezeket, és hogyha több mint 5 kezet látok, akkor én átmegyek angolra, mert lehet, hogy én még azt úgy érzem, hogy jól beszélek, de lehet, hogy ti már nem, az nem a ti véleményetek lesz. Oké. Én azt hiszem, hogy azért kértek meg engemet, hogy itt beszéljek, mert 19 évvel ezelőtt egy jó ismerősömmel, Simon Guérin Hermès, egy alapítványt kezdtünk, amit úgy nevezzük, hogy Guérin Hermès Foundation for Peace. Mint hogy ő a pénz tőle jött, és nem tőlem, persze az ő neve illik rá az ablakunkra. De ezt vezettem körülbelül 3 évvel ezelőttig, amikor nyugdíjba léptem, és ugyanolyan sokat dolgozom most az alapítványnak, de már nem vagyok én a vezetője, úgyhogy nyugodtabban tudok élni. Az első kérdésünk, mikor ezt elkezdtük, az volt, hogy ha 100 év múlva 11 milliárd ember lesz a bolygónkon, hogy milyenféle civilizáció lehetne, amivel még ezek az emberek mind virágzani tudnak az Arisztotelesz értelmében, hogy jó életet tudnak élni. Világos, hogy nem olyan civilizáció lesz, mint amilyen most. Biztos, hogy egy osztozkodóbb és gondoskodóbb kultúránk kell, hogy legyen. Egy kicsit először, mikor elkezdtük, az oktatással foglalkoztunk, mert azt gondoltuk, hogy ez a legfontosabb. És feltettük a kérdést, hogy hogyan kell az iskoláknak megváltozniuk ahhoz, hogy tiszta szívű jó emberek jöjjenek ki belőlük. De aztán egy pár év, és sok minden mással is foglalkoztunk, a munkának, hogy mondják, a
fontosságával és a vallások közötti megértéssel is foglalkoztunk. De körülbelül 3-4 évvel ezelőtt kezdtünk foglalkozni a konfliktusok kezelésével. És ez egyik bizottsági tagunktól indult ki, aki pszichoterapeuta, és a munkája során úgy találta, hogy klienseinek a problémái részben olyan családi traumákból erednek, amelyeket öntudatlanul örökítődtek a generációról generációra, és néha több generáció után. És ez az aha pillanat akkor következett be, amikor ráébredett, hogy ez lehet az a mechanizmus, amelyen keresztül a történelmi traumákat is továbbadjuk. Ennek a következménye például, hogy az ősi konfliktusok újra és újra fellángolnak. Mint például gondoljunk a Boszniára, ahol nem régen újra kivívtuk a szarajevói csatát, ami 14. századból származik. Ő maga, ez a bizottsági tagunk, libanoni átélte a libanoni polgárháborút, és meg van győződve arról, hogy csak a megbocsátás tudja, az az egyetlen módszer, az ilyen továbbadás folyamatot megállítani, vagy korlátozni. Egy szóval, ha valaki nem képes a családi traumákat, amiket a körülmények miatt szenvedtek, feldolgozni és saját magában feloldani, akkor a következő generáció önkéntelenül megörökli. A megbocsátás tehát nem annyira az ellenségeinkről szól, mint inkább arról szól, hogy önmagunkat felszabadítsuk a múlt terhei és az erőszak ördögi köre alól. Az első ilyen kísérletet a Libanonban végeztük, és egy olyan 3 napos folyamat volt, ahol hajdani ellenfeleket összetettünk kis csoportokban, saját szobájukban, úgy körülbelül 8 óráig. Nem zártuk őket be, de nem szabadott kijönni. És azt kértük meg, hogy mondják el egymásnak az élet történetüket. És ez egy fantasztikus változást hozott. Persze volt egy ilyen volt valaki, aki ezt vezette, de könnyedén, és azt találtuk, hogy egy nap után egy óriási változás jött létre, mert azáltal, hogy meghallgatjuk valakinek az élet történetét, az ideológiai maszkjuk elolvad, és kezdjük ezt az embert látni, mint egy emberi lényt, és kölcsönösen. Úgyhogy ez persze felszabadja az empátiát és a szeretetet. Én szerintem ez a legerőteljesebb, és talán az egyetlen fegyver az előítélet ellen. Ugyanilyen módszert használtunk már Ruandában és most Kolumbiában. Na most szeretnék önöknek röviden elmesélni az én életrajzomat, hogy jutottam ehhez a
az alapítványhoz. Amint legtöbben tudják, hogy én itt, amint is Györgyi már megmagyarázta, hogy én itt születtem, 3,5 éves koromban elhurcoltak a nácik nagyapámmal és nagyanyámmal és anyámmal együtt. Háború után már nem volt lehetőség Magyarországra visszajönni, ezért én Németországon, Portugáliában és Angliában mentem iskolába, tanultam, és mérnök lett, fizikát tanultam, mérnök lett belőlem, és mindenütt dolgoztam. Ez az unalmas része az életemnek, de volt egy másik párhuzamosan zajló lényeges vonulata is, ami összefügg az avval, amiről ma beszélünk. Egyik napon, egy délután, mikor 9 éves koromban gyalogoltam haza az iskolából, elég fáradtan, egy pillanatban felébredtem. Egy intenzív energia áradt szét a fejem bubjától az egész testemben, és az érzékelésem felfokozódott. Hirtelen mindennek erősen tudatban lettem. A szépség, ami körülöttem volt, a füvek, a virágok, a fák, a nap, napsütés, és teljes jelenlétet éreztem. Olyan volt, mintha egyszer csak átléptem volna egy szürke, fekete-fehér világból egy technicolor világba. Ez a technicolor tudatosság nem tartott sokáig, talán egy fél óráig, mit tudom. De a hatása egy nagyon mély nyomot hagyott rám, mert biztos voltam, hogy ez az állapot, amit én megéreztem, ez az élet legjava, a veleje. És semmi sem lehet fontosabb számomra, mint megtalálni az utat abba a más állapotba. És ha lehet, akkor folyamatosan benne is élni. De hogyan tudok visszajutni? 8 évig kerestem, mindenfélét olvastam, filozófiát, ezt, azt, amazt. Semmi sem használt. Mindenféle ilyen vallásokat, filozófiát, ezoterikus dolgokat, próbáltam ilyen technikákat, spirituális technikákat, semmi sem vezetett oda, ahova menni akartam. És teljesen véletlenül sikerült valamit megtalálnom. 17 éves koromban éppen kerestem egy csoportot Angliában, London közelében, ami a Gurdjieff tanítmányát folytatta, és ott találtam meg ezt a spirituális folyamatot, amit úgy nevezek, hogy Subud. Ez teljesen más volt, mint akármi, amit addig tanulmányoztam, mert nem kellett valami technikát megtanulni, vagy nem volt semmi tanítás, egyszerűen egy tudatos elmém és az akaratom elengedését foglalta magában. És ebben a megadással teli nyitott állapotban egy olyan erőt lehetett megkapni, amit egyik ember át tudott adni egy másiknak. Ez azért vonzott engemet, mert senki sem értette, hogy ez hogy működik. Nem is tudták megmagyarázni, de csak azt tudták, hogy azok, akik megpróbálták, valami valóságot éreztek.
És hát elhatároztam, hogy megpróbálom. Nagy csodálatomra, nagyon rövid időn belül visszahozott engemet ebbe az állapotba, amit én 9 éves koromban tapasztaltam. És de volt egy különbség, hogy nem csak visszakaptam ezt a tágított, consciousness állapotot, hanem volt benne egy már valami más, egy jelenlét, egy belső jelenlét, ami megmutatta az egész folyamatot, az egész életem folyamatát addig a percig, és megkérdezett engemet, hogy ezt kerested? És ez a kérdés egy olyan, mintha szavak bele estek volna az agyamba. Úgyhogy én ezt egy belső jelenlétnek nevezem, mert semmiképpen nem egy külső forrásból jött, de az egómnak sem volt része. Inkább olyan érzés volt, mintha egy szuperintelligencia vigyázna rám, ami többet tud rólam, mint én magamról. És ami valójában egész életemben vezetett, anélkül, hogy ennek tudatában lettem volna. Ez a jelenlét lényegében mindvégig velem maradt. Az 50 vagy 55 éve, mióta ezt a folyamatot, vagy ezt a gyakorlatot követem. Most mi ez a jelenlét, amit érzek? Ez az Isten, vagy a saját lelkem, vagy a Szentlélek, vagy egy univerzális tudat, vagy a kollektív tudat alattaink, vagy a limbikus agyam terméke, fogalmam sincs. De az a fontos, hogy létezik. És én, minthogy kell róla beszélnünk, én a lélek szót fogom használni. Mert a tapasztalat személyes természetű, ugyanakkor összekapcsol engem valami határtalanul nagyobbal. Na, biztos van, aki azt mondja, várj egy pillanatra, mit akarsz ezzel mondani? Hogy az embernek van egy anyagtalan lelke, mindannyian tudjuk, hogy ez lehetetlen, ez egy olyan középkori babona. Na, először is én nem mondtam, hogy anyagtalan, csak arra utaltam, hogy fogalmam sincs, hogy miből áll. És az nekem nagyon fontos, én mégis mélyebben belemegyek ebbe, mert szerintem ez nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy egy valóság az miből áll. Mert a modern kultúránkban arra rászoktunk, hogy csak az létezik, amit tudományosan le lehet írni. A valóságnak mindig leképzelhetőnek kell lennie atomrészecskékkel és mezők kölcsönhatására. De az a probléma, hogy ha ezt csináljuk, akkor mindent elveszítünk, ami emberi élmény. Például egy labda meccs, az nem létezik, mert hogyha csak az atomok valók, akkor a játékszabályok, a játékosok, és mind, ami a mérkőzést emberi tapasztalássá teszi, eltűnik. A probléma az a van szó használatával van. Például, hogyha összehasonlítjuk a két
mondatot, hogy az anyám boldog azzal, hogy az anyám oxigénből, szénből és hidrogénből áll. Egy szóval nem minden tapasztalat lehet tudományt, lehet minden emberi tapasztalat lehet tudományosan kifejezni. Azért meséltem ezt önöknek, mert ez az életemnek ez a része fontos ahhoz, amit most csinálok, mert nekem a teljes meggyőződésem, hogy ez döntő jelenségű az emberi előítéletek és az emberi egymásféle nyitottabbá válása szempontjából. Mert meg vagyok róla győződve, hogy valójában mindannyiunknak van emberi lelke, még ha nem is mindenki van tudatában ennek. Ahogy a tudatosságunk és lelkünk fejlődik, elkezdjük érezni a kapcsolódást másik emberhez, és ráébredünk, hogy amikor a másikat bántjuk, ezzel önmagunkat is bántjuk. És ez nekem azért fontos, mert persze, hogy már megegyeztünk, hogy az előítélet az rossz dolog, és kell, hogy együttműködjünk. De anélkül, hogy mi érezzük, hogy a más emberben van egy része az én lelkemnek, anélkül ez még el vagyunk osztva. Lehet, hogy taktikai együttműködésre másokkal van alkalom, de semmi többre, mert alapvetően másoktól elkülönült egyénként létezünk, hogyha csak az atom rétegen élünk. Na, most vissza szeretnék térni a mai kérdésre. Hogyan tudjuk a társadalmunkat és az előítélettől megszabadítani? Szerintem az első lépés egy belső folyamat. A saját megoldatlan dilemmáinkat kell kezelnünk. Az egyéni belpolitikánk vezet a külső politikához, mert a megoldatlan dilemmák vezetnek az illiberalizmushoz, az előítélethez, a gyűlölethez és az erőszakhoz. Avval kell küzdenünk, hogy értsük meg a saját emberiségünket. Ez azért fontos, mert persze, hogy jó hősnek lenni, de a leggonoszabb ember is azt gondolja, hogy ő hős. Hogyha Adolf Hitler urat megkérdeztük volna, hogy ő mit csinál, azt mondja, én egy hős vagyok. Én megmentem a német népet. Ezért fontos, hogy honnan jön ez a hősiesség. És ez csak akkor fog egy jó helyről jönni, hogyha a saját emberiségünket megismertük. Ez az alapvető, hogy mondják, principle, elve, ami alapítványunknak. Magyarországon azért olyan nehéz nekünk a migránsok problémájával szembenézni, mert mind tudjuk, évtizedek óta ideológiai lövészárkok által elválasztva élünk. Ezek mögül nézünk egymásra a hétköznapi életünkben. Ez mintha áthatná a magyarországi politikai folyamatokat, és akadályozná, hogy bármit közösen tegyünk a jobb jövőért. Ha ez nem így lenne, meg vagyok győződve, hogy sokkal könnyebb lenne a közös emberiségünket érezni, és praktikusan megoldani az ilyen kríziseket, mint a migránsok.
hogyha én úgy akarom végezni, hogy a kék ívet, amit betöltöttem, mikor őszintén próbáltam megérezni, hogy mennyire szeretem a magyarokat, a romákat, az arabokat és a többi, mindenre 80%-ot tettem. Mert szerintem én csak az embereket látom. És azért meséltem ezt el, mert ez a Szubudnak a következménye. Hogyha más kollégámat Szubudban kérdezem, ők is mindig azt mondják, igen, eltűnt az előítélet, amit régen éreztem. Nem mondom, hogy mind tökéletesek vagyunk, de mélyen érzi az ember, mélyebben érzi az ember a másik embernek az emberi lényét. Köszönöm, én ennyit akartam mondani. Nem akarom azt mondani, hogy jobbak vagyunk, mint mindenki más. De azt akarom mondani, hogy az emberi lelkünk az mindenkinek a tulajdona. Akár érezzük, akár nem. És azzal, hogy ezt próbáljuk megtalálni, avval segítjük, előre hozzuk a jobb jövőt. Köszönöm szépen, és bocsánatot kérek, hogyha akárkit megsértettem, és hogyha érthetetlen volt, amit mondtam. Köszönöm.